Fenntarthatóság és rekreáció, korszerű környezetkultúra a belvárosban. Emlékkiállítás a sport krónikásáról a tornyaiban. A Vásárhelyi Televízió első sportriportere sokoldalú egyéniség volt. 50-en regisztráltatták kerékpárjukat a rendőrségen, azonosító matricákat kaptak a biciklik. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Helyi vállalkozások támogatásával hamarosan elkészül a Hősök tere felújításának újabb szakasza Hódmezővásárhelyen. A beruházás első lépéseként a több mint 20 éve üzemen kívül álló szökőkutat indították újra, és burkolták be esztétikus kerámia elemekkel. Ezt követően a tér járda szakaszait megújították, valamint a fenntarthatóság jegyében a zöldövezetet is rehabilitálták a Hősök terén. Hamarosan elkészül a Hősök tere felújításának második üteme Hódmezővásárhelyen. A Vásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület és támogatóik a szökőkút után most a zöldövezetet fenntartható, alacsony víz- és munkaigényű évelőágyásokkal telepítették be. Emellett új térburkolat került a forgalmas térre, és sétányokat is kialakítottak. A beruházásra mintegy 10 millió forintot költöttek, ehhez magánszemélyek és 7 cég is hozzájárult, mivel a vízmegtartás és a fenntartható város koncepciója sokak számára fontos. A legfontosabb mozgatórugó az, hogy én is most már nagypapa vagyok, meg 3 gyerek édesapja, és azt gondolom, hogy nekünk már kötelességünk a jövővel foglalkozni. A jövő a fenntarthatóságról szól, teljesen egyértelműen Hódmezővásárhelyen is, mikor már 40 fokos melegek vannak hosszú napokon keresztül, akkor elgondolkodik az ember, hogy mennyire élhető ez a város. És kicsi lépéseket azért lehet tenni, az ember avval is, hogy szelektíven gyűjti a szemetet, többek között a környezetét is sok módon kímélheti és segítheti. Ez egy olyan dolog volt, amit úgy gondolom, hogy kötelességünk fölkarolni. Az új zöld felület a Rotary sétány folytatásaként épült meg. A Gazdaságfejlesztési Egyesület megbeszélésén bemutatták azt a tervet, amely egy a kórházig tartó városi zöldtengely kiépítését célozza meg. Ennek 20%-át civil összefogással valósították meg, ami a helyi busz és villamos közlekedés szempontjából is fontos területnek adott új életet. A munkában Sírko Zoltán kertészmérnök is részt vett, aki szerint egy ökológiai fordulat kezdete városunkban a Rotary sétány és a Hősök tere korszerű kialakítása. Én hiszek abban, hogy ezáltal gyakorlatilag oktatjuk, tanítjuk a gyerekeinket a környezetkultúrára, tanítjuk őket arra, hogy békésen együtt lehet élni a természeti környezettel. A újfajta városzöldítési szempontoknak az a lényege, hogy gyakorlatilag a természet folyamatait kihasználva, meg azokkal együtt működve egy könnyen és jó fönntartható várost építsünk. Az Egyesület erre vállalkozott, az elkészült terveket, amelyek számos izgalmas részletet tartalmaznak még a Hősök tere közelében, átadták az önkormányzatnak. A városvezetés ugyanis elkötelezett a koncepció folytatása mellett. Baranyai Antal 75. születésnapjára sporttörténeti tárlatot tervezett, amelyet ő már nem élhetett meg. Kívánságát azonban családja tiszteletben tartotta, így a sport krónikásának személyes tárgyaiból és archív fotógyűjteményéből emlékkiállítás nyílt a Tornyai János Múzeumban. Az előcsarnok zsúfolásig megtelt rokonokkal, tisztelőkkel, barátokkal, munka- és sportársakkal, akik szívükben őrzik Baranyai Antal legendás alakját. Írógépe, mikrofonja és fényképezőgépe is látható azon a sporttörténeti ritkaságokat is felvonultató kiállításon, amely a 2 éve elhunyt Baranyai Antal előtt tiszteleg a Tornyai János Múzeumban. Édesapám nagyon szerette volna, hogyha egy ilyen sporttörténeti tárlat áll össze a 75 éves születésnapjára, úgyhogy ez egy emlékkiállítás, az ő szerteágazó tevékenységét igyekeztük összehozni egy ilyen tárlat formájába. De csapatmunka volt, a családtagok, illetve a múzeum dolgozói történészek segítettek nekünk abba, hogy ebbe a rendkívül szertágazó archív anyagból összeválogassunk egy ilyen anyagot, ami talán mások számára is, akik őt tiszteltek, szerették a városba, érdekes és hasznos lehet. Török Olivér egy 2013-as nemzetközi lovas versenyen ismerte meg a vásárhelyi sportszerkesztőt, akit a fogadhajtás Knézi Jenőjeként említett. A sportújságíró úgy fogalmazott, Baranyai Antal számára a szakma csúcsát jelentette. Szakma csinyát, bínyát tőle sajátítottam elő, volt a nagy mentorom, az egyik nagy tanítom, a másik egyébként Szabó Zsuzsa volt, de hozzá kerültem először, és minden, ami a fogadhajtással kapcsolatos, szinte minden
tőle lestem el a technikát, a speakelést, magát, a műsor közlést, mert addig nem nagyon szerepeltem én különböző versenyeken sehol, semmilyen más sportágban, de fogadhajtásban azért rendszeresen szerepeltem 2013 óta, de szinte vele, tehát mi egy párt alkottunk, úgymond. Baranyai Antalt maximalizmus, precizitás, fiatalos lendület és életszeretet jellemezte, aki mindent nagy aktivitással végzett. Hangsúlyozta Nagy Illés Mihály, a néhai középiskolai edzője. Nekem, mint ifjúsági vezető tudott segíteni másoknak a elindításában, a szervezésében, mert, hogy is mondjam, csak, nem csak versenyző volt, hanem aktív vezető egyéniség már abban az időben is úgy bujkált benne, és szeretett ilyenekkel foglalkozni, és nyilván gondolom, valahol biztos szerepel ez, hogy ő volt az első osztályú versenyző helyen a tájékozódási futósportágban. Baranyai Antal sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tájfutás mellett atlétizált, focizott, érdekelte a postagalambászat, és nem utolsó sorban a Vásárhelyi Televíziónak is ő volt az első sportriportere. Nekünk városvezetőknek is értékes támogatónk volt, aki rendre felhívta a figyelmünket a helyismereti és sporttörténeti emlékekre, illetve aktualitásokra. Szinte hetente kaptunk SMS-eket, telefonhívásokat, javaslatairól, hírekről, feladatokról, amiket ő fontosnak tartott. És igen, ezek azok is voltak. A sport krónikásának fényképekkel gazdagon illusztrált emlékkiállítása egészen augusztus 20-áig tekinthető meg a Tornyai János Múzeum előcsarnokában. Két nap alatt már a harmadik kedvezőtlen adatot közli a KSH. A kiskereskedelmi forgalom jelentős csökkenésének és az ipari termelés visszaesésének tegnapi híre után ma a vártnál magasabb inflációról számoltak be a statisztikusok. 2023. júniusában a fogyasztói árak átlagosan 20,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, közölte mai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Mindez azt is jelenti, hogy már 10 hónapja 2022. szeptembere óta folyamatosan 20% feletti az infláció. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. Utóbbiak 29,3%-kal lettek drágábbak, leginkább az édesipari lisztes áruért kell többet adni, 53%-kal nőttek itt az árak. De 40% felett drágult például a kenyér, a tejtermékek és a tojás is. A háztartási energia 34,3%-kal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 43, a palackos gáz 44,6, az elektromos energia 26,6%-kal. Most tette közzé a 2023 májusára vonatkozó, az ipar teljesítményével foglalkozó gyors tájékoztatóját is a KSH. Eszerint az ipari termelés volumene 6,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az év első 5 hónapjában pedig 4,8%-kal lett kisebb ez az érték, mint 2022 azonos időszakában. Tartalmas és mozgalmas hetet tudhatnak maguk mögött a digitális alkotóműhelyben táborozók. A legmodernebb technológiákkal ismerkedhettek meg a diákok a Cseresnyésben. Már májusban minden hely foglalt volt, idén minden eddiginél többen jelentkeztek az 5. Tudás és Élményközpontú táborba, ahol különböző tervezőprogramokat és a háromdimenziós nyomtatást is kipróbálhatták az iskolások. Egyelőre ott tartunk, hogy a tető megvan, az oldalhajók megvannak, a toronynak egy része megvan, és ez folyamatban van. Például ennek a tetőrésznek a nyomtatása az 5 óra hossza, tehát azért haladunk lassan, nem azért, mert ügyetlenek van, hanem azért, mert viszonylag hosszú időt vesz igénybe, és remélem a nap végére ez elkészül, akkor össze tudjuk ragasztani, és akkor ugyanebben a formátumban lesz. A vásárhelyi ótemplom méretarányos makettjének elkészítését és ezzel együtt a 3D nyomtatást várták talán a legjobban a Cseresnyés Kollégium digitális közösségi alkotóműhelyében zajló Gyűjts élményt tábor résztvevői, akik nem csak vásárhelyiek, de a fővárosból, Szegedről és Algyőrről is jöttek. Horgos Dániel is a szomszédos településről érkezett, szeptembertől a Betlen gimnáziumba fog járni angol szakra. Azt mondja, minden érdekli, ami a kreativitását fejleszti.
Nekem az alapvető elvárásom az volt, hogy én tudjak 3D nyomtatni, ez volt az alapvető elvárásom, és ez nagyon jó, ez az ígéret, ez teljesen beváltotta, megmutatta a tanárról, hogy hogyan kell használni ezt a tervező programot, és gyakorlatilag bármit megtervezhettünk. Tehát gyakorlatilag a saját ötleteinket ültetjük át a valóságba ezekkel a nyomtatókkal. Azért ilyen kedvelt ez a tábor, mert a digitális kultúra egyre nagyobb teret hódít. A 12-14 évesek is ebben a digitális világban léteznek, és szeretnének többet megtudni róla. A tábor pedig éppen olyan eszközök és technikák bemutatására szolgál, amik közel áll hozzájuk. Ebben rejlik a tábor vonzereje, mesélte Fehér Zsolt táborvezető. Minden nap más csináltunk. Volt két vendégelőadónk, most az egyik vendégelőadónk az Arduino nevezetű eszköznek a programozását tanítja meg a gyerekeknek. Ez egy nagyon komoly és professzionális eszköz, aki ezt elsajátítja, az akár okos házat is tud programozni, tehát hogy egy nagyon előremutató történet zajlik most itt a háttérben. Igazából annyi történik, hogy az Arduino az kiad egy vezérlőjelet, aminek hatására a LED az fölkapcsol, meg lekapcsol. A szervezők fontosnak tartják, hogy az itt található eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó technológiák mindegyikével megismerkedhessenek az általános iskolások. Egy hét alatt programoztak többek között Mikrobitet, ami a BBC által kifejlesztett olyan kis eszköz, amivel képesek voltak ennek a holdjárónak a távirányítására. Versenyt is rendeztek a digitális közösségi alkotóműhelyben, ami önmagában is egy innováció, hiszen egyedülálló lehetőséget biztosít a táborozóknak a kreatív alkotások, az önmegvalósításhoz és a jövő technológiai vívmányainak megismeréséhez. Mensd a bringádat szlogennel ingyenes kerékpár regisztrációt tartottak ma délután a Hódmezővásárhelyi rendőrségen. Mintegy 50-en álltak sorba bicikliükkel a kapitányság parkolójában, hogy kihasználják a Bike Safe akciót, ahol nyilvántartásba vették a kétkerekűeket, hogy szükség esetén az elveszett kerékpár könnyebben megtalálható legyen az azonosító szám segítségével. Az elmúlt években már több száz vásárhelyi járgányára került rendőrségi adatbázisos azonosító. Ilyen matrica kerül minden regisztrált kerékpárra a rendőrség Bike Safe programjában. A kezdeményezés célja, hogy a biciklik bekerüljenek a hatóság adatbázisába, így ha ellopnák azokat, könnyebben megtalálhatják jogos tulajdonosokat. Sokszor van olyan, hogy lefoglalnak a rendőr kollégák kerékpárt, de nem tudjuk meg kiadni senkinek, hiszen nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa vagy a birtokosa. Úgyhogy ennek az egyik célja ez lenne, hogy ha ide regisztrálják, akkor nyilván mi látni fogjuk, hogyha lefoglalunk egy kerékpárt, és ez a Bike Safe rendszerben benne van, hogy kinek tudjuk ezt kiadni. Péntek délután sorban álltak azok a vásárhelyiek, akik még nagyobb biztonságban szeretnék tudni kerékpárjukat. A legtöbben ugyanis ismernek olyat, akitől loptak már el biciklit, ezért az elmúlt években vásárhelyen már több százan regisztráltak a rendőrség programjában. Páromnak a biciklije, őjét már ellopták, ez ott már egy másik, onnan a buszmegállóból lopták el, úgyhogy azóta nagyon vigyáz, de ezzel is hát könnyebben találják, hogyha eltűnik. 0-70. A kerékpár egyedi azonosítóját feljegyzik, de fotókat is készítenek róla a rendőrök, hogyha előkerülne a lopott bringa, könnyebb legyen azonosítani. Aki értékesebb biciklivel jár, annak különösen fontos, hogy mindent megtegyen azért, hogy biztonságban tudhassa kétkerekűjét. Hát elég drága bicikliről van szó, és szeretném megvédeni a lopásoktól. Mondjuk nem szoktam kínhagyni sose, de azért esetleg elmegyek valóban, lezárom, akkor jobb, ha be van biztosítva. A ma délutáni regisztráció mintegy 50 vásárhelyi biciklije került be a rendőrség rendszerébe, de a nyár folyamán lesz még lehetőség vásárhelyen is csatlakozni a Bike Safe akcióhoz. Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés, majd a Kultikum következik Vas Ramónával. A kulturális magazinban felidézzük, hogyan emlékeztek a meghatározó vásárhelyi gimnáziumi évekre a Bethlen öreg diákjai, akik 1963-ban végeztek. Megmutatjuk, milyen munkák születtek az agyagműves táborban, ahol szívüket, lelküket beleadták alkotásaikba a táborozók. A remény csillagai léptek fel abban a mesebalettben, amit Mérnyei Ilona állított színpadra a Táncstúdió tanévzáró gáláján. Kellemes időtöltést kívánok hozzá! Hírműsorral pedig legközelebb hétfőn a szokott időben 17 óra 30 perckor jelentkezünk, de addig is keressék fel hírportálunkat a hotpress.hu-t vagy YouTube csatornánkat, illetve Facebook oldalukat. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!